Én azt gondolom, hogy ez Budaörs történetének legnagyobb sporteseménye lesz, hiszen közel 600 sportoló 24 csapatban fog játszani, Érden és Budaörsön felváltva. Az egész világbajnokság kapcsán Budaörs fölkerül a sport világtérképe, hiszen a csapatok Dél-Amerikából, Japánból, Amerikából érkezve jönnek, úgyhogy minden szinten nemzetközi lesz ez az esemény. Csak egy példát mondjak, a szállodában földrészenként, meg kultúránként külön konyhát kell biztosítani a csapatoknak, hogy ne legyenek problémák. Bízunk benne, hogy egy nagyon sikeres és nagyon a város hírnevét öregbítő rendezvényre lesz, kerül majd sor itt ezen az eseményen. Ugye egész augusztus, tehát tulajdonképpen a csapatok már augusztus 5-én megérkeznek, az első csapatok, és innentől kezdve egészen augusztus 24-ig Budaörsön fognak tartózkodni, úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog a város életében. Én azért tartom fontosnak azt, hogy Budaörsön egy ilyen világverseny megrendezésre kerül, mert hát egyfelől programot, szórakozást, kikapcsolódási lehetőséget jelent. Másrészt hát azért nem találkozunk minden nap olyan játékosokkal, akik a világ élmezőnyébe tartoznak, és nyilván a versenysport, a tömegsportra is jó hatással van. Budaörsön, hála Istennek, nagyon komoly szakosztályok működnek, kézilabdában is, de az asztali teniszezők, a labdarúgók, minden területen cságáncsozók, és most elkezdtem mondani a sort, és föl kéne mindenkit sorolni, és nyilván, amit kihagyok, ott esetleg sértődés keletkezhetne. Szóval én azt hiszem, hogy rengeteg olyan eredményt értünk el, és olyan verseny van itt a városban, ami hat a fiatalokra, és hogyha ők ettől kedvet kapnak, hogy mozogjanak, hogy egészséges életet éljenek, akkor már elértük a célunkat ezekkel a létesítményekkel, amelyek persze aztán ilyen nagy versenyeket is befogadnak, és ezzel megnyitják a lehetőséget arra, hogy szurkolhassunk, és remélem, hogy a magyar csapat jó eredményt fog elérni.